A nevem Oláni Baráz Ágnes, és Nyíregyházán dolgozom az Eszerlánc Északi Óvodában vezetőhelyettesként. 40 éve vagyok a pályán, és több ezer gyerek fordult meg már a kezem alatt. Milyen korszakok voltak ez alatt, a 40 év alatt? Hát az elején, amikor még csak középfokú végzettségem volt, nyilvánvalóan sokkal kevesebbet tudtam, és sokkal másképp bántam a gyerekekkel, másképp viszonyultam hozzájuk. Aztán miután édesanyja lettem, és a gyes letelte után visszamentem, egy 100%-ot fordult velem a világ, a gyerekekhez való viszonyom. Az elején nem tudtam úgy sajátomnak tekinteni a gyerekek problémáit, mint azután, hogy nekem is van saját gyerekem. A gondozási teendők, amik ugye egy 18 éves óvónénnek miután kikerül a szakközépiskolából, nem tűnik olyan fontosnak, mint például egy olyan óvónénnek, akinek 2-3 gyereke, vagy akár egy gyereke van. Tehát az, hogy a gyereknek folyik az orra, vagy vannak azok a mindennapi szükségletek, amit ő neki el kell látnia, vagy segítséget igényel az ellátásához, azokat nem tartottam régen ennyire fontosnak, mint később, miután nekem is volt gyerekem, és miután több volt az óvónői tapasztalatom. Akik főiskolát végeznek most már ott, hogy lehet, őket jobban megtanítják erre? Igen, azt gondolom, hogy a mai főiskolai rendszer már nagyobb gondot fordít a gyakorlati képzésre. Régen ezt a középfokú képzésben kapták meg inkább az óvónénik. Azért rendelkeztek több gyakorlati tapasztalattal, mert hogy többet voltak gyakorlaton eleve. Tehát heti szinten egy napot annak idején, úgy emlékszem, és azon kívül minden évben a 2-3 hónapos nyári gyakorlat, egybefüggő nyári gyakorlat, és azon kívül még havi szinten, ahogy beosztották az osztályokat, többször ránk került a sor egész napos tevékenység megfigyelésre. Tehát az egyik nagy fordulat a saját gyerekek után a visszatérés. A gyerekek mennyire változtak a 40 év alatt? Hát a gyerekek folyamatosan változnak. Amikor kezdtem a pályát, akkor az óvónéni, az én egy kis faluban kezdtem Bátorligeten, és ott 62 gyerekre voltunk ketten. Tehát ott a szülők az óvónénit tisztelték. Ott az óvónéni szava szent volt, és amit kértünk, azt megtették a szülők is, és a gyerekek is. Nyilván az a poroszos óvodai nevelési rendszer, ami a 70-es években volt, az ugye folyamatosan enyhült a demokrácia megjelenésével, és a mai világban viszont átlendültünk a ló másik oldalára, és most már annyira szabados, tehát nem nagyon szabados, nem csak az óvodai nevelés, hanem maga a gyereknevelés is. Sokkal-sokkal kevesebb tekintélye van a pedagógusnak, és sokkal többet vár a szülő a pedagógustól, mint a 70-es években, azt gondolom. Miért van ez így? Hát ezt nem tudom. Én a mai világban én uniós gyerekeknek és uniós szülőknek hívnám őket. Azt gondolom, hogy felnőtt egy olyan generáció, akiket magukat sem úgy neveltek, vagy nem neveltek. Nem mondanám, hogy nem neveltek, de másképp neveltek, vagy kevésbé neveltek. És az ők is, ugye, mint tudjuk, utánzás útján tanul a gyerek, ezért ők is a saját gyerekeiket már ilyen szellemben nevelik. Most már a gyerek a központi figura a családokban, és ő dönt nagyon sok olyan dologban, amiben nem kellene engedni neki. Tiszteli ez a gyerek a szüleit? Nem, én azt figyelem, vagy azt látom, hogy minél engedékenyebben nevelnek egy gyereket, annál tiszteletlenebb, vagy szófogadatlanabb, vagy nem tudom, mi lenne erre a legjobb szó, a szüleivel szemben. És azok a három vagy több gyerekes családok, vagy esetleg olyan egy-két gyerekes, ahol figyelnek a gyerekre, és nagyobb figyelmet fordítanak rá, azokban a családokban a gyerek sokkal jobban tiszteli a szüleit, ahol van egy értékrend, amit a gyerek követhet. Nem kell milliómosnak lenni, és nem kell nagyon szegénynek lenni ehhez, nem ettől függ. De én azt gondolom, hogy sokat számít az, hogy a szülő milyen példát mutat a gyereknek. És ezek a mai szülők, vagy a mai szülők többsége, bocsánat, nem szeretnék senkit megsérteni, a mai szülők többsége tőlünk várja inkább a nevelési feladatokat, és vajmi keveset tesz mellé a gyerekének. Összefügghet ez azzal, hogy a szülők sem tisztelik egymást? Valószínűleg.
se egymást, sem a társadalomban van egy széthúzás, úgy látom. Tehát ezt szülői munkaközösség munkáján keresztül, vagy a szülői közösséget, ugye az óvodában vannak családi napok, különböző közös rendezvények, itt ez nagyon megfigyelhető. Az is, hogy most egy gyerekközösség milyen, az is attól függ, szerencse kérdése, hogy milyen emberekből tevődik össze ez a közösség. Volt nagyon jó csoportom, és volt kevésbé jó csoportom. Volt jó szülői közösségem, és volt kevésbé jó szülői közössége. Mindet megértem. Mi volt az, amivel, aminek a segítségével komoly eredményeket értél el, mint óvónő? Hát szerintem először is ott kezdeném, hogy az óvónéninek arra születni kell, tehát ez egy hivatás. És az óvónőképzés ott követi el a legnagyobb hibát, hogy nem csinálnak olyan pszichológiai felvételi teszteket, ahol megnéznék, hogy egyáltalán alkalmas-e az az ember erre a pályára. Mert én azt látom a mai fiatalok között, most is egy olyan párom volt, hogy közben szúrjam, aki most került ki és gyakornokként van mellettem, azt látom, hogy nem odavaló emberek kerülnek ki a pályáról. Okosak, értelmesek, de pedagógiai érzék hiány vannak. És akinek ez nincs meg, abból nem lesz jó óvónéni. Mi volt az, amire azt mondod, hogy na ez erre én vagyok büszke, személyesen? Hát ezt egy példával szeretném illusztrálni. Jelenleg még szabadságon vagyok ugyan, de az óvodai csoportom már háromszor jött el hozzánk, mert hiányzott nekik Ági óvónéni. És amikor bemegyek az óvodába valamilyen oknál fogva valamit rendezni, akkor 3-4 gyerek van rajtam körülötten, és fogják a szoknyámat, és látom, hogy örülnek. Ez az egyik, a másik pedig egy kislány szavaival, ha megengeditek, akkor azzal búcsúznék. Születésnapomra írtak a szülők egy kedves köszöntést egy IKT eszközön, mert nálunk ezt így hívják, és miután másnap bementem az óvodába, közölte a kislány, hogy megkapta óvónéni. Tudod, még azt is oda akartam írni, hogy szeretlek, csak még nem tudok írni. Hát ezért érdemes csinálni a mi szakmánkat.